The diagnosis of schizophrenia is made by, again, the behavior and the thinking and the actions of a person who has this diagnosis. Tehát a szkizofréniának a diagnosztizálása hasonlóképpen folyik, ahogy már erről beszéltünk. Tehát az adott illető gondolkodása, érzelmei és cselekedeteiről állapítják meg. There are definite disturbances of thinking, of feelings, and how they function. Tehát a gondolkodásnak a problémáit öleli magába a érzelmi keveredéseket, és hát nyilván, amit ez meghatároz, olyan tetteket vagy cselekedeteket. Generally, the diagnosis is made because a person is having delusions or hallucinations. Általában akkor állapítják meg ezt a diagnózist, amikor egy személy hallucinációkra vagy téveszmékre hivatkozik. Hallucinations Úgy látják, hogy azok vannak. are where they see something that's not there. Ugye a hallucináció, amikor valaki olyasmit lát, ami nincs ott, ami nem létezik. Delusions are when they believe something that's not true. És a téveszmék, ugye olyan, mikor valaki olyasmit hisz, ami nem igaz. Hallucinations would be like a person who hears voices. Halucináció megnyilvánulhat különböző hangok hallásában is. Or sees horses flying in the sky. Vagy lovakat lát repülni az égen. Delusions would be when the person thinks their neighbor's trying to poison them. A téveszmék, amikor egy illető azt gondolja, hogy a szomszédok meg akarják mérgezni. Generally the behavior is very different. Általában a viselkedés, tehát a skizofréniások között nagy különbségeket mutathat. It's so different that it's considered bizarre. Igen, tehát annyira különleges, vagyis furcsa, hogy néha bizarr ez a viselkedés. Now the question comes as to what causes it. És a kérdés az, hogy mi okozza ezt. And this requires a lot of information in a person's life to find out what causes it. És ehhez nagyon-nagyon sok információra van szükség az illető életéből, hogy ezt meg lehessen találni, ezt az okot. Generally, there are lots of problems. Oh, somebody wiped my board. Remember the word problems? Valaki Can you see the word problems? Emlékeztek még ott a szóra, a How many of you see the problémát? word problems up here? Hányan látjátok you itt see a problémát? Can't látjátok? You see it? Látjátok? You're hallucinating. Akkor hallucináltok. You remember the word problems, though. Be van kapcsolva. And they have many problems in their life. Tehát az életünkben nagyon sok probléma van. And remember we talked about not handling the problems in a biblical fashion. És emlékeztek, arról beszéltünk, hogy a problémák nem biblikus kezelése. Now that's not meant to criticize the person because many people don't know how to handle their problems biblically. Természetesen ez nem az illető személynek a kritizálását jelenti, hiszen nagyon sokan nem tudják, hogy hogy kell biblikusan kezelni a problémákat. But as a result of that unbiblical thinking, that contributes to more unbiblical thinking. Sajnos ez a nem biblikus gondolkodás további nem biblikus gondolkodásokat fog szülni és eredményezni. And as their thinking gets more and more confused, it becomes difficult for them to handle normal situations in life. És ahogy a gondolkodásuk egyre zavarosabb lesz, ezeknek a személyeknek ugye egyre több probléma terhelődik rá, úgy nem fog tudni normális élethelyzeteket kezelni. So their basic underlying difficulty is sometimes very complicated. Általában a helyzet nagyon sokszor bonyolult. Now I think we have to understand that there is nothing physically wrong producing the diagnosis. Szeretném, hogy ezt megértsétek, hogy itt nincs semmiféle fizikai probléma, ami ezt a diagnózist okozza. This diagnosis is based on their thinking and their feeling and their behavior. Azaz, tehát a diagnózis nem fizikai vizsgálatok alapján állapítják meg, hanem a diagnózist a gondolkodás, az érzelmek és a cselekedetek viselkedés alapján döntik el.
people tell me they know there's a cause for schizophrenia. Az emberek azt mondják nekem, hogy ők tudják, hogy van egy oka a skizofréniának. And I ask them to please send me a report of the scientific literature that demonstrates their proof. És akkor én azt mondom, hogy megkérlek szépen, hogy küldjetek nekem egy dokumentációt arról, ami igazolja, tehát egy látható orvosi kivizsgálás, olyan tesztek, amik ezt igazolják. There are many theories about the cause. Nagyon sokféle elmélet van az okról. What I was glancing over was a paper, multiple pages of information I printed out just before we came. És itt, amit lapozgattam és keresgéltem, egy több oldalas tanulmány, amit most frissen nyomtattam ki, mielőtt indultunk volna ide. Last Tuesday and Wednesday I got on the internet. A múlt kedden és szerdán kaptam ezeket az interneten, szedtem össze. Through my computer I can get into the National Library of Medicine. Van hozzáférésem az amerikai nemzeti orvosi könyvtárhoz. That library has 11 million scientific articles available for review. Ennek a könyvtárnak 11 millió cikke van, ami elérhető az interneten keresztül. They review 3500 scientific journals twice a month. 35000 tudományos cikket adnak ki, azaz tettnek elérhetővé havonta kétszer. I made three different requests of the library while I was on it doing this search. És három különböző kérést küldtem ehhez a könyvtárhoz az interneten keresztül. First of all, I asked for any information about the causes of schizophrenia from 2000 to 2005. Tehát először is kértem, hogy küldjenek cikkeket a skizofrénia okairól, 2000 és 2005 között megjelentetett cikkeket erről, tanulmányokat. It gave me 200 items on the bibliography. És 200 ilyen cikket küldtek nekem, vagyis hogy lehetőséget annyi a rendelkezésre. It could have given me more, but the limits of the search were at 200. Valószínűleg sokkal többet is adhatott volna, de a keresési határ ez 200 volt. Then I decided to narrow the search to 2005. Aztán eldöntöttem, hogy ezt a keresést leszűkítem csak a 2005-ös évre. Again, I got 200 items on the bibliography. Újra csak 200 cikket találtam, annyit kapott a kereső. So I restricted the search to 2004. Aztán leszűkítettem 2004-re. Again, 200 items. Újra 200 cikk. In each of these three searches, I took a point of looking at each item on the bibliography for the top 40. És akkor ebből mind a három keresésből átnéztem az első 40-et. And out of those I printed, I copied and pasted into my computer articles that I thought would have information I could use here. És ebből kivágtam és kinyomtattam az én számítógépemmel olyanokat, amiből gondoltam, hogy az majd fog segíteni az itteni előadásomban. I ended up with 45 abstracts. Tehát 45 abstracttal fejeztem be végül. Well, I ended up with 45 summaries of the article. Tehát 45 vázlat vagy összesítés. What they do is they have a summary of each article along with the article, and that's what they make available to us on the internet. Tehát ezek egy-egy ilyen rövid összefoglalást tartalmaznak az adott cikkről. And I was looking for causes for schizophrenia. És átolvastam ezeket, és kerestem a skizofrénia okait. And I was looking for something that was proven to be a fact. És kerestem valami olyant, ami bizonyított tény, mint ok a skizofréniára. I found nothing was listed as a fact. És nem találtam semmit, ami tényként lett volna itt felsorolva. Now before I go ahead with this, let me tell you about reading scientific literature. Hadd beszéljek egy kicsit arról nektek, hogy hogyan kell, vagy mi van ezzel, hogyha úgynevezett tudományos irodalmat olvasunk, hogy kell ehhez viszonyulni. One of the things I look for are statements that tell me we know this is true. Elsősorban keresem az ilyen kijelentéseket, ahol ez van, hogy mi tudjuk, hogy ez igaz. What I found were a number of statements like it is suggested that.
Aztán van egy csomó ilyen jelentés, hogy hát mi körülbelül így képzeljük el, vagy ezt ajánljuk ezen a téren, így gondoljuk. Or this may be a factor contributing to. Vagy hogy ez valószínűleg egy hozzájárulási faktor. Or this implies that. Vagy körülbelül ez ennek a hatása, hogy ebből ez következik. Now how many of those statements do you think are telling us they have facts? Tehát ezekből hány kijelentés beszél arról, hogy van egy tény? There were none. Egy sem. Those statements are statements they don't know. They're giving some implications and suggestions, but they don't know. Tehát ők adnak különböző gondolatokat, különböző elképzeléseket, de nem tudják. There were all sorts of theories. Különböző elméletek alapvetően. Theories dealing with chemicals. Elméletek, amik ugye a különböző agyi kémiai folyamatokkal foglalkoznak, vagyis azokat. Theories dealing with abnormalities in the brain. Különböző abnormalitások az agyban. Theories elméletek. Theories dealing with genetics. Elméletek a különböző genetikai folyamatokról. But in none of these did they say they know for certain they found the cause of schizophrenia. De egyben sem mondják azt, hogy igen, megtaláltunk egy okot szkizofréniára, mint tényt. And they make statements to the effect that, see if I can find the one I'm looking for. Most keresek egy konkrétot. The precise underlying mechanism remains largely unknown. A pontos mechanizmusa ennek továbbra is ismeretlen marad. Hát ez egy mondat, egy idézet. That was 2001. 2001-ben. 2003. 2003-ban. Despite great progress in basic schizophrenia research. Nagy előrehaladás van a skizofrénia tanulmányozása terén. Now let me paraphrase the rest of it. És hadd parafrazáljam a többit. The conclusive finding of specific causal factors remains elusive. Az igazi, tehát a pontos okok, amiknek a hatására ugye elindul a skizofrénia, továbbra is ismeretlenek maradnak számunkra. So what this tells me is the scientists don't know what causes it. Tehát számomra ez az írás, ezek a cikkek azt mondják, hogy a tudós nem tudja, hogy mi okozza. They believe it's a physical cause, but they haven't proven it. Tehát ők azt hiszik, hogy van ennek egy fizikai okozója, de nem tudják bizonyítani. Nem bizonyították eddig. So how do we treat it? Akkor hogy kezeljük? Now, hogy viszonyulunk hozzá? What I mentioned earlier this evening about the way the culture treats these things fits with psychiatry or with schizophrenia. És hát ugye beszéltem már korábban, hogy az adott kultúra hogy kezeli, tehát hogy viszonyul ez ehhez a problémához. Most of the time they're treated with fairly heavy duty medicines. Ugye a legtöbbször kemény gyógyszerekkel kezelik ezeket az embereket. Now, since it's not known to be a physical cause, can you use the Bible helping a person with schizophrenia? Tehát mivel nincsen, nem ismerjük ennek a fizikai okozóját, használhatjuk a Bibliát egy ilyen személynek a lelki gondozásában? Let me give you a statement I'll make tomorrow, I'm sure a number of times, but it's a heavy statement, but you need to think about it. Hát hadd mondjak egy olyan kijelentést, ami holnap többször el fog majd hangzani, de szeretném, hogy már előre gondolkodjatok rajta. Behavior problems are biblical issues or spiritual issues. És pedig itt szól ez a kijelentés, a viselkedési problémák azok mindig bibliai jellegű problémák. We're going to look at that in two or three of the things we talk about tomorrow. És majd erről többször is szó esik holnap. So if a behavior problem is a spiritual issue, what should we use to help the person? Tehát hogyha egy ilyen viselkedési probléma igazából egy lelki jellegű probléma, akkor mit kell használjunk ahhoz, hogy segítsünk ezen a személyen? Remember I said the Bible is superior to science. Tehát azt mondtam, hogy a Szentírás feljebb való, mint a tudomány.
Science has no answers in this area. Tudománynak nincs válasza ezen a téren. They give these people heavy medications to control their behavior. Ezeknek az embereknek kemény gyógyszereket adnak, hogy féken tartsák, ellenőrizzék az ő viselkedésüket. The medications do slow them down a lot. Ezek a gyógyszerek lelassítják ezeket az embereket. The medications even appear to change their view of life. Néha a gyógyszerek megváltoztatják a világnézetüket, a gondolkodásukat. When somebody comes into our counseling ministry with this label, tehát mikor valaki ilyen személy érkezik hozzánk lelki gondozásra, I'm not very optimistic. Nem vagyok nagyon optimista. And the reason is because they have a very heavy label, heavy diagnosis. Tehát ennek az oka az, hogy, hogy úgymond ráragasztottak egy ilyen érdekes diagnózist arra a személyre. And they have been told over and over by the culture they can't help this problem. És ennek a személynek már sokszor elmondták, hogy hát igazából ezen a problémán nem tudnak segíteni. So when I try to present biblical principles, that's rejected. Általában, amikor elmondom a bibliai alapelveket, akkor azt visszautasítja az illető. They believe they cannot change because they've been told over and over and over they're sick. Tehát ezek a személyek úgy gondolják, hogy igazából már nem változhatnak meg, mert újra és újra azt mondták nekik, hogy betegek. And as I have opportunity to get details of their past, I grieve. I'm sad. És valahányszor, ugye a múltjukból hallok eseményeket, akkor szomorú vagyok. Because the culture has victimized these people instead of giving them the victory of God's word. Sajnos, hogy a kultúra mártírokká tette ezeket az embereket, áldozatokká, igen, tehát áldozatokká tette ezeket az embereket, ahelyett, hogy beszélt volna a győzelem lehetőségéről, a szabadulás lehetőségéről. I listen to the problems. Meghallgatom a problémát. I see these unbiblical responses. Látom a nem biblikus választ rá. And I grieve that there's not been given biblical responses at that point. És szomorkodom afölött, hogy nem kapott biblikus választ az ő problémájára. Because that would turn around this cycle from going down this way. Mert mindezeknek az lett a hatása, hogy egyre mélyebbre süllyedt ez az ember, és már nem hiszi el, hogy lehet rajta segíteni. One of the sad things as well is that they have believed what the culture says so much that they refuse to accept a biblical view, a biblical response to their problems. Az egyik legnagyobb problémájuk az, hogy annyira elhitték, amit a környezetük mondott, hogy nem hiszik el azt, amit a Biblia mond. See, I don't think there's anything that the human being goes through that the Bible doesn't have a superior answer to whatever the world has to offer. Én nem hiszem azt, hogy létezik olyan emberi probléma, amire a Szentírásnak ne lenne egy mindenek fölött való átfogó válasza. Now you may ask, well, what do you do when somebody is hallucinating or has delusions? És akkor azt kérdezheted, hogy jó, de akkor mit tesz ön, amikor valakinek hallucinációi vagy téveszméi vannak? Shouldn't you try to talk them out of those things? Shouldn't you try to convince them they're not true? Nem próbálja meg meggyőzni, hogy azok nem igazak? No. Nem próbálom meg. You say you hear voices. Te azt mondod, hogy hangokat hallasz. I don't hear the voices. Én nem hallom a hangokat. So which one of us is right? Tehát akkor közülünk melyiknek van igaza? Now, you may hear voices and I can tell you you don't, but how am I going to convince you you don't? Tehát te azt mondod, hogy hangokat hallasz. Én meg tudom, hogy ez nem igaz, de én hogyan tudlak meggyőzni arról, hogy ez nem igaz? One of the things I as a physician do when I'm dealing in biblical counseling issues. Tehát én mint orvos, amikor ilyen esetekkel szembesülök, I accept every symptom that a person brings to me as real. Elfogadok minden tünetet, amit ez az illető mond, reálisnak. Even if it happens to be a symptom for which there can be no physical cause, még akkor is, hogyha ennek a tünetnek nem lehet egy valódi fizikai okozója, I consider their symptom real. Én elfogadom, mint egy reális tünetet. For example, a person has pain. Tehát, hogyha egy személy jön és azt mondja, hogy fájdalma van, the doctor can find no cause for the pain.
és aztán az orvos mégsem talál semmi okot a fájdalomra. My approach is to accept the pain as real. Én úgy gondolom, hogy ennek ellenére el kell fogadni, hogy az a fájdalom valódi. I don't try to convince the person the pain is not there. Nem próbálom meg meggyőzni a szemét, hogy nem, az a fájdalom nincs ott, az nem létezik. Nor do I try to convince the person there's no horses in the air. És nem próbálom meg meggyőzni az illetőt, hogy nincsenek lovak a levegőben, nem repülnek lovak a levegőben. Nor do I try to convince a person that the neighbor is my pastor and I know he won't try and poison. Arra sem próbálom meggyőzni, hogy biztos, hogy a szomszédok nem akarják megmérgezni. See, I don't try to convince the person they're wrong. Nem próbálom meggyőzni az illetőt, hogy téved, hogy rosszabban, amit mond. Remember, they've come through this process and they've great confusion in their thinking. Tehát emlékezzünk arra, hogy ezek a személyek keresztül mentek ezen a folyamaton, és most már nagy zavar van a gondolkodásukban. There's two major guidelines, or there's a number of guidelines, but a couple of important ones in my counseling that I work from. És hát van néhány alapelv, ami szerint dolgozom ilyen esetekben. I want to bring God into the situation. Először is szeretném Istent behozni a képbe. And that means I'm going to have to use the Bible. Tehát használni fogom a Szentírást. So with the person that sees horses. Tehát ha ott van az a személy, aki lovakat lát a levegőben. I would ask, well, could God have stopped you from seeing horses? Megkérdezem, hogy ön szerint Isten meg tudná állítani azt, hogy meg tudná akadályozni, hogy lovakat lásson a levegőben? And if they don't understand the sovereignty of God, I'm going to do a little teaching on that at that point. És hogyha nem értik az Isten szuverenitását, akkor igyekszem tanítani Isten szuverenitásáról az illetőt. And then help them to say, yeah, God could have stopped it. És akkor igyekszem segíteni arra, hogy meggyőződjön arról, hogy tudja kimondani azt, hogy igen, Isten meg tudja ezt akadályozni, vagy meg tudja állítani. So why doesn't God stop you from seeing horses? És akkor az a következő kérdésem, hogy akkor ha Isten meg tudja, akkor miért nem állítja meg ezt, hogy? Does the Bible have any help for you now that you're seeing horses? Van most már a Bibliának valami segítsége arra nézve, hogy te lovakat látsz? And I want to take them to Romans 8:28-29. És akkor elolvassuk együtt a Róma 8:28-29-et. All that happens is to help them become more like Christ. És arra próbálok rámutatni, hogy mindaz, ami történik velük, alapvetően az szolgálja, az segíti elő, hogy minél inkább Krisztushoz hasonlóak legyenek. So since God didn't stop them from seeing horses, how can they become more like Christ as a result of seeing horses? Tehát akkor az a kérdés, hogy ha Isten megengedi neki, hogy lássa ezeket a lovakat, akkor ez miben használ arra, hogy inkább Krisztushoz hasonlóvá váljon? I'm not after minimizing their experience. Nem próbálom lekicsinyíteni az ő tapasztalatát, az ő érzéseit. I'm after helping them see how God intends to help them to become more like Christ as a result of it. Hanem megpróbálok segíteni abban, hogy lássák meg, hogy Isten segíteni akar nekik abban, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyenek. Romans 8:28 says. Róma 8:28 azt mondja. Some things are used by God for our good. Hogy némely dolgok, amelyeket Isten használ, a saját javunkra vannak. Right? Everything except horses. Tehát minden, kivéve a lovakat. No, it says, all things God intends to use for our good. Hát azt mondja a Róma 8:28, hogy minden, ami történik velünk, az Isten a hasznunkra akarja. And I want them to see how God intends for them to use that experience to become more like Christ. És megpróbálom ezt megmagyarázni, hogy mit akar ezzel Isten? Hogyan használ fel dolgokat Isten az életünkben? Now, if the experience is taking them away from themselves, but focusing on Christ, how much will they continue focusing on the experience? Hogyha ez a beszélgetés sikerül elmozdítsa őt Krisztus felé, tehát hogy saját magáról levegye a tekintetét és Krisztus fele vigye, akkor meddig fog még a saját tapasztalataival foglalkozni? The difficulty is because of the years that they've spent in the secular system having this philosophy told over and over to them that they're sick. Az igazi probléma azzal van, hogy már nagyon sok évet eltöltöttek ebben a világi környezetben, amely mindegyre azt mondta nekik, hogy te beteg vagy. The most recent person I ever counseled was one who was hearing voices. Most közelmúltban volt egy személy, aki hangokat hallott.
family brought the person in because they were concerned about him hearing voices. És hát a családja hozta be, mivel aggódtak érte, hogy hát mi lesz most ezzel az emberrel, hangokat hall. I said, you know, you're not obeying God's word with those voices. És azt mondta neki, hogy te nem engedelmeskedsz Istennek azokkal a hangokkal. He said, the voices are not telling me do anything wrong. De azt mondta, hogy de hát azok a hangok nem mondják nekem, hogy rosszat tegyek. They're not asking me to kill anybody or to do something criminal. Nem mondják nekem, hogy öljek meg valakit, vagy hogy tegyek valami. I said, that may be true, but the voices are still asking you to do something unbiblical. Azt mondtam, lehetséges, de hogy azok a hangok nem biblikus dolgokra indítanak téged, vagy kérnek, hogy tedd. By your listening to the voices, you're taking your attention from listening to God's word. És amikor ezekre a hangokra hallgatsz, az igazából elvonja a figyelmet, hogy Isten szavára hallgassál és figyelj. And the voices are encouraging you to listen to them instead of God's word. És ezek a hangok arra bátorítanak, hogy rájuk hallgass, ne pedig az Isten igéjére. If those voices were interested in you becoming more like Christ, they would want you to focus on God's word. Ha azoknak a hangoknak az lenne a célja, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá légy, akkor ők a Bibliához irányítanának téged. It was pretty obvious in that session he was not happy with what I had to say. És hát nagyon világos volt, hogy egyáltalán nem tetszett neki, amiket mondtam. Now let me discuss how you talk with people like these in these situations, what you do to handle them. Tehát hadd nézzük meg, hogy mit lehet mondani ezeknek az embereknek, hogy lehet kezelni őket. Somebody comes to you with bizarre behavior. Tehát jön valaki hozzád furcsa viselkedésmóddal. And you want to minister to them. És te szeretnél szolgálni, segíteni rajta. Let's say there's somebody that's walking all the time, walking around, won't sit down. És valaki, egy olyan valaki jön, aki folyamatosan járkál, tehát nem tud leállni. Kell menjen egyfolytában. They can be allowed to walk around. Akkor megengeded neki, hogy járkáljon. But they need to be presented with one of two decisions they have to make. Szembesíteni kell két döntéssel, amiket, tehát két döntés közül kell válasszon. Now let me tell you something about these people. Hadd mondjak némely dolgokat ezekről az emberekről. Even though their behavior is bizarre and seems to be irrational. Annak ellenére, hogy az ő viselkedésük furcsa és néha irracionálisnak tűnik. They can hear you. Ők hallanak téged, tehát hallják, amit mondasz. There's no physical inability on their part to hear you. Tehát nincsen ilyen problémájuk, hogy ne hallanának téged. Nincs fizikai akadálya, hogy halljanak. And I would tell this person walking around, now George, I know you can hear me. I hope there's no Georges in here. Remélhetőleg nincsen itt. Oh, you're a Hungarian name, so that'll be all right. Tehát először is azt mondom nekem, hogy tudom, hogy hallasz engem. I know you can hear me, and I want to tell you something, and I want you to listen to. Tudom, hogy hallasz engem, és szeretnék mondani neked valamit, amit szeretném, hogy figyelj rá. I want to help you, but you have to make a decision. Tehát szeretnék segíteni rajtad, de te itt kell egy döntést hozzál. There's only two kinds of counsel in this world. Tehát kétféle lelki gondozás van ezen a világon alapvetően. The counsel that comes from God and His Word. Az egyik tanács, ugye, lelki gondozás, ami Istentől és az ő szavából jön. Or the counsel that comes from the society, the culture, which is not from God's word. És a másik tanács, másik lelki gondozás, ami a világból, a társadalomból jön, és ami nem Isten szava alapján van. Now your greatest hope and the best answers are from God's word. Tehát neked az igazi reményed és a legjobb válaszok az Isten szavából jönnek. I need to learn a lot about you to help you with God's word. Tehát ahhoz, hogy segíteni tudjak Isten szavával, nekem sok mindent tudni kellene rólad. But you have to help me. De te kell segítsél ebben. And here's what you have to do. Tehát és itt van, amit te kell tegyél. Here are your two choices. Itt van a te választási lehetőséged. The choice is to sit down, stop your walking, and let's talk. Tehát vagy leülsz, befejezed a járkálást, és beszélgetünk. And if you don't do that, you're sending a message to your family.
Ha nem teszed ezt, akkor alapvetően egy üzenetet küldesz valamit a családodnak. And I should have told you that I won't have this discussion with the person unless there's one or two family members with me. És hát természetesen akkor mondom ezt, hogy ha jelen van egy-két családtag is. If it's a spouse, I want the spouse there. Tehát hogyha férj feleség, akkor a társa legyen ott. If it's a parent, I want one or two of the children there. És hogyha egy szülő, akkor a gyermekei közül legyen ott valaki. Because what I'm going to say affects them. Mert amit mondani fogok, az hatással lesz, hogy az érinti a családtagot is. So I've told the person, if you want me to use the Bible, you sit down and we'll start working. Tehát ha szeretnéd, hogy használjuk a Bibliát, akkor leülsz és elkezdünk beszélgetni. Now if you don't want me to use the Bible, you just keep walking. Ha nem akarod, hogy használja a Bibliát, akkor nyugodtan járkálj tovább. And that'll tell your family that you want the cultural method, you don't want God's method. És ez azt fogja üzenni a te családodnak, hogy te igazából nem akarod a bibliai megoldást, hanem te a társadalmi megoldást akarod. And if you keep walking, you're telling your family that you want what we don't want you to have. És hogyha tovább sétálsz, járkálsz, akkor azt üzened a családodnak, hogy nem akarod, hogy mi segítsünk rajtad. Your family and I both want you to have God's word. Tehát a családod és én azt szeretnénk, hogy Isten szavával segítsünk rajtad. But if you don't want God's word, you just keep walking. Hogyha nem akarod, akkor tovább járkálsz. And the family will understand that your choice is to go into the mental hospital. És akkor a család meg fogja érteni, hogy az a te választásod, hogy a kórházba kötsz ki. And even though they don't agree with it, they will take you to the mental hospital. És hogyha nem értesz egyet is, nekik nem marad más lehetőségük, mint hogy bevigyenek oda. You will be admitted. És akkor oda beutalnak téged. You'll be put on heavy medications. Aztán gyógyszerezni fognak. You will lose your rights as a citizen. El fogod veszíteni a jogaidat, mint egy állampolgár. You may even be given shock therapy. És lehet, hogy sok terápiára is sor kerül. But this is your decision. De ez a te döntésed. Now, either sit down and we talk, or your family will take you from here to the hospital. Tehát vagy leülsz és beszélgetünk, vagy pedig a családod elvisz a kórházba. And I wait for them to make the decision. És akkor várok, hogy meghozzák a döntést. And depending on what they do determines what I do. És hát nyilván a döntés szerint fogok majd cselekedni. It's been very interesting to talk to some very, you understand the word psychotic? You are not medical people. Do you understand the word psychotic? Pszichotikus. It means, you know what a nervous breakdown is? Tehát egy ilyen agresszív, kirohanós. That doesn't translate either? Ideges, agresszív. Okay. It's been interesting to talk to people like this over the years. És érdekes volt ilyen emberekkel beszélgetni az évek folyamán. I think one that sticks out in my mind was the opportunity I had to talk to a non-believer. És egy nagyon érdekes eset volt, amikor egy hitetlennel beszélgethettem. I was working in the emergency room. Where? Emergency room. Oh, you know what that is? So, yes, I know what that is. That's my bad. Here, let me get some water. That's a problem. Get some more steam going. Tehát a sürgősségen dolgoztam, amikor találkoztam ezzel a ideges emberrel. That's okay. I was working in the emergency room. Tehát a sürgősségen. It was 2:00 in the morning. Hajnali 2 óra volt. Now I'm not working in an environment where I can use the Bible. És hát egy olyan helyen dolgoztam, ahol a Bibliát nem használhattam. The nurses came to me and said they had this patient down what they called the quiet room. És hozzám jöttek a nővérek, hogy hát itt van ez a páciens, aki ott van az úgynevezett csendes szobában, nem tudom, az mit jelent. And they said he was psychotic. És mondták, hogy ez éppen most pszichotikus rohamai vannak. So I went down there and talked to him this way. És oda mentem hozzá, és elkezdtem beszélni. No, that's wrong. I didn't say that. I didn't say I'm going to use the Bible. Tehát nem mondtam azt, hogy fogom használni a Bibliát. What I could say to him is, I want to help you, but you have to sit down and talk with me. És tehát ugye ott nem mondhattam neki, hogy a Bibliát fogom használni, de azt mondtam, hogy né, ha akarsz beszélni velem, akkor üljél le. And he was looking all around, thinking somebody was going to come in the room and hurt him. És nézett körbe kereken, azt várta, hogy most valaki bejön, és hát lefogják, leütik. So he let me talk with him.
És akkor végül leült, hogy beszélgessünk. And it was very interesting. I had 2 hours of conversation with that man. És hát nagy csoda volt, nagyon érdekes dolog volt, hogy 2 órai beszélgetés tudtunk folytatni ezzel az emberrel, and 2 órán keresztül. They gave me some history that explained clearly what was his problem. És elmondta a hátterét, ami világosan rámutatott a problémájára. And as I discussed some of that with him, it made sense to him too. És ahogy átbeszéltünk némely dolgokat, számára is érthetővé és világossá vált. Even though I wanted to refer him to some spiritual place, I had to do what my job required. És hát ugye annak ellenére, hogy szerettem volna neki lelki támaszt nyújtani, az állásomból kifolyólag nem tehettem. And all I could do was mention all the varieties of counseling available our community and let them choose. Tehát az volt a lehetőségem ott, hogy felajánljam neki az összes lelki gondozási lehetőségeket. Whenever I mentioned the varieties, I didn't hesitate to mention church and religion. És természetesen, hogy amikor felsoroltam, akkor említettem neki a Bibliát és a gyülekezet, az egyházat. If they chose that, I knew where I was going to refer them. És hát reméltem, hogy ha azt válaszol, akkor tudom, hogy... That man went to some form of psychiatric counseling, as far as I recall. Viszont az ember úgy döntött, hogy valamilyen fajta pszichiátriai gondozásra ment. But I think the thing that I remember most is the changes in that man just by getting this information. De nagyon világosan emlékszem arra, hogy milyen változás történt ott benne pillanatok alatt, miután sikerült, tehát döntés elé állítottam és megszorult. And expressing to him that I understood the situation he was in. És aztán, amikor meg tudtuk beszélni, hogy értem a helyzetét, hogy átlátom, hogy mi a problémája. And without even using biblical principles, tehát anélkül, hogy bibliai alapelveket használtam volna, by that I mean without applying biblical principles to his problems, tehát, hogy alkalmaztuk volna a bibliai alapelveket az ő problémájára, he was able to walk out and to all intents and purposes was sane. Sane? Was okay. Tehát a beszélgetés után simán ki tudott menni ez az ember, és nem volt semmi különösebb probléma vele. The hospital staff saw him walk in a very bizarre state and walk out in a very calm state. Tehát látták, ugye az orvosi csapat, vagyis a kórházi személyzet látta, hogy rettenetesen pszichotikusan jött be, és hogy megnyugodva ment el. The unpleasantness about the biblical counseling is that when people come to our counseling ministry with the diagnosis of schizophrenia, ugye a nagy nehézség, amikor egy skizofrén jön lelki gondozásra, abban van, and I want to use the Bible, és amikor szeretném használni a Bibliát, I've never seen one in my counseling ministry who really wanted to use the Bible. Sajnos nem találkoztam egyel sem, aki egyetértett volna a Biblia használatával. And I grieve over that because they're being victimized by the culture. És ezt nagyon-nagyon sajnálom, és nagyon rosszul esik nekem, mert ez annak a következménye, hogy a társadalom áldozattá nyilvánította őket. They're living by their feelings rather than living by the word of God. És ezek az emberek nagyon szívesen élnek az ő érzelmeik alapján, mintsem az ige szava alapján. And it's difficult when they've spent years living by these feelings. És ez nagyon-nagyon nehéz, amikor éveken keresztül az érzelmeik alapján éltek. And they can have victory, but they have to decide they're going to please God rather than please self. És megvan a lehetőség a győzelemre, de el kell döntsék azt, hogy Isten szavára alapozzák az életüket. Okay, questions. Kérdések. Yes. Mivel magyarázza azt, hogy hogy egy családi halmozódása van a szkizofréniának. Elmondod angolul is, légy szíves. Can you explain that schizophrenia appears in a certain family, in many in more members in a certain family? That's a fact, I think. Yeah, I think that does it. Okay, you stated what she said about the families. She said in Hungarian first, so okay, I don't all right. Okay. Well, tell me why in the book in the Old Testament we find king after king being ungodly. Válaszolj arra a kérdésre, hogy miért találkozunk az Ószövetségben
istentelen királyok sorozatával, tehát egymás után. What's the reason? Is that mi az oka? Does that mean the son who sinned had a problem because he had a genetic problem from his father? Tehát a király, aki vétkes volt és gonosz életet élt, azért volt ez, mert egy genetikailag örökölte ezt az atyától. See, we tend to think, and your question's a valid question, because so many people use that logic as proof that schizophrenia is hereditary or genetic. Tehát nagyon jó a kérdés, és valóban fontos foglalkozni vele, mert sok ember logikaként használja ezt, hogy ezzel lehet bizonyítani, hogy ennek van valamiféle örökletességi jellege. It's the studies on this particular aspect are very fascinating. A tanulmányok ezen a téren nagyon érdekesek egyébként. And they study the family and they find, as you've said, the schizophrenia may occur in families. És tanulmányozták ezt a kérdést, és hát azt találták, hogy a családon belül valóban egy családon belül többször előfordulhat. But the scientific studies are very poor. De a tudományos tanulmányok nagyon-nagyon szegényesek ezen a téren. They don't find out how dad handled problems. Azt nem mutatják ki, hogy az apa hogyan kezelte a problémákat. They don't find out how granddad handled problems. És nem mutatják ki, hogy a nagyszülő hogyan kezelte a problémáit. They don't find out how great granddad handled problems. És hogy a déd nagyapa hogyan kezelte a problémáit. Tehát ezekre nem adnak válaszokat, nem is tudják megmagyarázni, vagy nincsenek meg ezek az információk. None of these research studies have looked at the influence of a parent's model on the child. Ezek a tanulmányok közül egy sem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen hatása van a szülő modellnek a gyerekre. Why is one king after another sinner when his father was a sinner? Hogy miért lesz egy király, egy zsidó király bűnöző, ha az apja is bűnöző? Tehát gonosz király, hogyha az apja is gonosz király volt. Miért? Let me change that statement. Why is one king after another an ungodly king when his father was an ungodly king? Or a wicked king, let's put it that way. Tehát, hogy miért lesz egy királyból istentelen király, hogyha az atya is istentelen király volt? It was because of the example of father that the son followed. Azért, mert az apa példáját követte a fia. So we can recognize the same thing in schizophrenia. Talán ezt ismerhetjük fel a skizofréniában is. Now the interesting thing is, along with that, I didn't mention in these studies that they are looking for a genetic basis for it. És hát ugye nem említettem, vagyis említettem, de nem mentünk ebbe bővebben bele, hogy némely tanulmányok keresik a genetikai okot is a skizofréniába. In fact, it's interesting, some say it has a genetic basis. Némelyek ki is mondják ezt, hogy ennek genetikai gyökerei vannak. Some say it has a biological basis. Mások azt mondják, hogy biológiai alapja van ennek. Some say it has a chemistry basis. Mások azt mondják, hogy kémiai alapja van. But they haven't proven any of them. És senki nem bizonyított semmit még. So I can't prove this either. But they can't prove it's a genetic thing, even though it occurs in families. Tehát én sem tudom bizonyítani az ellenkezőjét, de ők sem tudják bizonyítani, hogy az egy genetikai és hogy örökletes. And the Bible says the sins of the fathers will be visited on the children to the third and fourth generation. És hát ne elfeledjük el, hogy a Szentírás beszél arról, hogy az atyák bűneért, ugye Isten megbünteti a fiakat harmad és negyed íziglent, vagy az atyák bűnének a következménye ott lesz a fiakban harmad, negyed íziglent. And one of the ways they're visited is by the child following the parent's example of wickedness. És az egyik módja ennek, ahogy ez megnyilvánul, hogy a fiú követi az apjának a gonoszságát. Now, this is an excellent question. I really appreciate that because it lets me focus on something for you as your counselors and thinking about this. És hát ez egy különös kérdés, és nagyon köszönöm. You will have a question? Or this question? The question was good, that promotes something I want to say. Tehát nagyon köszönöm a kérdést, mert egy olyan dolgot fogok elmondani, ami nagyon fontos a lelki gondozók számára. You will hear these kind of things that the society says all the time. És ugye ti halljátok ezeket a dolgokat, amiket a társadalom folyamatosan mondogat. Now when you hear it, you want to say, now wait a minute, does the Bible have something to say about that? Nagyon fontos, hogy feltegyük ezt a kérdést, amikor halljuk ezt, hogy
erről a témáról mond valamit a Szentírás? Remember I said instead of looking at the Bible through the grid of culture. Tehát emlékezzetek, azt mondtam, hogy ahelyett, hogy a Bibliát néznénk a társadalom rácsán keresztül, szemüvegén keresztül, look at the cultural statements through the grid of the Bible. A társadalmat és a kultúrát kell nézzük a Szentírás szemüvegén keresztül. Now, you have tremendous pressure on you with these kind of statements that are made by the culture. Rajtatok óriási nyomás van ezek által a kijelentések által, amiket a társadalom, a kultúra hangoztat folyamatosan. Since I'm a scientist, it's easier for me to be skeptical. Mivel én egy tudós vagyok, számomra sokkal könnyebb szkeptikusnak lenni. Because I'm skeptical of anything that claims to be science and doesn't have facts. Azért, mivel én megkérdőjelezek bármiféle tudományosnak nevezett dolgokat, ami nem tud bizonyítékokat, tényeket felsorolni. So when you hear something like this, you need to think, now wait a minute, would that agree with the Bible? Tehát ti, amikor ilyesmit hallotok, akkor az az első feladatok, hogy megkérdezzétek, hogy ez egyezik a Szentírással? And how would we evaluate that aspect or that problem through a biblical grid? Hogyan értékelhetjük ezt a kijelentést a Szentírás szemüvegén keresztül? The Bible is superior to human wisdom, human science and human psychology. Azért mondtuk, hogy a Szentírás feljebb való az emberi bölcsességnél, az emberi tudományoknál. If there's anything that I want to come out of my mouth on my dying breath, that's probably it. Tehát other than praise the Lord, I'm going home. A halálom pillanatában is ezt szeretném majd mondani, hát azon kívül, hogy áldott az Úr, hogy hazamegyek. Tehát ez, hogy a Szentírás feljebb való minden egyébnél. Okay, thanks. That's a great question. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó kérdés volt. Other questions? Más kérdés. Does that answer your question? Yes, I would have some more questions. Oh, go right to it. I like your questions. Jó, tehát jöhetnek a többi kérdések. Azért nem lehet segíteni a szkizofrénen, mert ő betegnek tartja magát. Én úgy tudom, hogy ennek a betegségnek az az egyik jellemzője, hogy nincs betegség tudata, tehát ő egészségesnek érzi magát, és akkor ez hogy van? You said that it is difficult to help the schizophrenic people because they accepted what the culture told them that they are sick. But as she knows, usually these people don't recognize that they are sick. Oh, okay. You good. Understand? Oh, yeah. It's a good again. Great question. Because I like your question because you allow me to bring things out I want to say and I may not have thought about it. You see, I'm not trying to say they're sick or not sick. Tehát én nem próbálom azt mondani, hogy ők betegek vagy nem betegek. My position is let's deal with what they're talking about. Tehát az én pozícióm az, hogy azzal foglalkozzunk, amit ők magukról mondanak. I don't try to say you're not sick. Én nem próbálom azt mondani, hogy te nem vagy beteg. Like I said, like let's take the person that they believe their neighbor's trying to poison them. Vegyük például ezt a példát, hogy azt hiszi, hogy a szomszédok meg akarják mérgezni. I'm not going to say that's not true. Tehát nem fogom azt mondani, hogy ez nem igaz. Or the culture says you're sick and I say you're not. És hogy a társadalom azt mondja, hogy te beteg vagy, és én nem mondom azt. Remember, I want to bring God into the picture. Tehát arra törekszem, hogy Istent hozzam be a képbe. I want that person to understand God's sovereign control of everything for their benefit. Tehát én arra törekszem, hogy lássa meg, hogy Isten szuverenitása képes bármit elvégezni az életében. So I'm not even going to talk about the label of schizophrenia. Tehát én inkább nem is beszélek arról a bélyegről, amivel őt megbélyegezték, hogy skizofrén vagy akár. My question would be, why did God let you have a neighbor who's trying to poison you? Az én kérdésem az, hogy Isten miért engedi meg, hogy legyen egy olyan szomszédod, aki meg akar mérgezni? According to Romans 8:28 and 29, what is God doing to let you have a neighbor who's trying to poison you? A Róma 8:28-29 alapján miért van neked egy olyan szomszédod, aki meg szeretne mérgezni? And how can you become more like Christ as a direct result of this neighbor trying to poison you? És hogyan válhatsz Krisztushoz egyre hasonlóbbá ennek a szomszédnak a segítségével, aki meg akar mérgezni? What does the neighbor do that make you think they're trying to poison you?
Mit tesz ez a szomszéd, aminek az alapján te azt gondolod, hogy meg akar mérgezni? Well, maybe we should work on you becoming like Christ when he was mistreated. Lehet, hogy inkább arra kellene figyeljünk, arra kellene összpontosítsunk, hogy a te életedben oldjunk meg problémákat, dolgozzunk azon, hogy Krisztushoz hasonlóbbá legyen. And I might go to 1 Peter 2:23. És lehet, hogy felolvasom neki az 1 Péter 1:23-at. Who, when he was reviled, reviled not again. Reviled. See what the Hungarian says. Valaki olvassa fel az 1 Peter 2:23. Just take a phrase at a time for me. 2:23. Ja, igen, hogy aki szidalmazott, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődött, hanem fagyta az igazságos egy nyílőre. Okay, who reviled, reviled not again. Tehát aki szidalmaztatott, az nem viszont szidalmazott viszont. In other words, he didn't react in like, he didn't do the same thing back. Tehát ő nem úgy reagált, ahogy vele bántak, tehát nem ugyanazt adta vissza. When he suffered, he didn't threaten. Hogy amikor ő szenvedett, akkor ezért nem nem panaszkodott. But committed himself to him who judges righteously. Hanem annak ajánlotta magát, aki igazságosan ítél. When all these bad things happened to Jesus, he trusted God. Amikor mindezek a gonosz, rossz dolgok történtek Jézussal, ő bízott Istenben. Now maybe God wants you to learn to trust him instead of worrying about your neighbor. Talán Isten azt szeretné megtanult, hogy benne bízzál, ahelyett, hogy a szomszédait felől gondolkodj. In fact, I have a great biblical principle for you to use to respond to that neighbor's trying to poison you. Hanem van nekem egy óriási bibliai lehetőségem, egy bibliai alapelvem, amivel válaszolhatsz ennek a szomszédnak, aki meg akar mérgezni téged. And it's a very Christ-like response. És ez egy nagyon krisztusi válasz. Now read Romans 12:21. És olvasd a Róma 12:21-et. Ne győzettessé meg a gonosz, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Okay. Now, so the Bible says overcome his evil with good. Azt tanítja a Biblia, hogy az ő gonoszságát jóval győzd le. So your neighbor's trying to poison you, what can you do good for your neighbor? Tehát a szomszéd megpróbál megmérgezni, te milyen jót tehetsz a szomszédodnak? What good thing can you do for the neighbor? Milyen jót tehetsz neki? Well, I can take that pie back that he brought to me. Or she brought to me. Visszaviszed neki azt az edényt, ami a mérget tartalmazza. Now wait a minute. You said that pie had poison in it. De te azt mondtad, hogy abba az ételben, valamiben abba méreg van. Is that overcoming evil with good? Tehát, hogyha visszaviszed neki, akkor az jóval reagálsz a rosszra? No, it's not. Nem. All right, then you keep the pie and you bake a cake and take it over. Tehát tartsd meg azt, és inkább vigyél neki süteményt helyette. And you see my focus, you see the focus is not to deal with the sickness, but to bring the word of God, God's control to bear on the issue. And take it a focus away from the sickness. Now what I've done is, I said a lot, I better let you catch up. Tehát a lényeg az, a célom az, hogy elvonjuk a figyelmét annak az embernek arról, amiben ő már annyira bele van gabajodva. Tehát én nem fogok arról beszélni, hogy bizonyítani, hogy betegség, nem betegség, hogy ő mit gondol. Tehát ez nem, én ezzel nem foglalkozok, hanem azzal foglalkozom, hogy Istenre és Krisztusra irányítsam valamilyen módon a figyelmet. I want the person to quit focusing on the failures of the neighbor to focus on how they can become more like Christ as a result of those neighbor's failures. Tehát nem arra törekszem, hogy azon gondolkodjon, hogy miben jár-e rosszul a szomszéd, hanem arra figyeljen, hogy ő hogyan lehet egyre Krisztushoz hasonló. Okay, you had another question. Jöhet a következő kérdés. The next good question. Oh, she already knows it's good. That's good. You said that the. Még egyszer légy szíves. Mondhatod angolul is, segítesz. She can say you in English. I'm sorry. With our way of thinking and behaving,
is the consequence of sin. And why is that there are a lot of great sinner people who are behaving relatively normal? Why are a lot of what? A lot of great sinners. Oh, great sinners. Oh, you think they're bizarre. Oh, okay. Okay. So normal means they're not bizarre. But you, now, you think that is normal what the majority does normal. Well, she was not here at the first. But her point's a good point. I understand what she's saying. They're at least not causing trouble. Tehát, hogy nem kever különös problémát. Tehát nagy bűnözők, akik úgy amúgy jól megvannak ott a társadalomban. Dugiba. Majdnem dugiba. So what you're saying is that if everybody responded to life sinfully, they'd all be schizophrenic. But why are we all not responding sinfully like the way everybody else does? Where do we draw the line? Would you like to be the main idea? The main idea. Okay. Well, the fact is that it's like all behaviors, we respond differently because of many factors in our lives. Tehát általában másképp válaszolunk különböző viselkedésekre. Tehát nem mindenki egyformán viselkedik, és nem mindenki egyformán reagál adott dolgokra. I think it's like my four children, our four children. I didn't do it by myself. Tehát gondolom ez úgy van, mint a mi négy gyerekünkkel. We have four children and they're all different. Tehát mind a négy gyerekünk különböző. Now, not only did God make them different, but they responded to situations in life different. Tehát nem csak Isten különbözőnek teremtette őket, hanem ez a négy gyerekünk négyféleképpen, tehát mindegyik másféleképpen reagál az élet különböző helyzeteire. Now, all four were in the same home. Mind a négyen ugyanabban a házban nőttek fel. But child number three gave us the most difficulty. De a harmadik okozta a legtöbb problémát számunkra. Why didn't the other three? Miért nem a másik három? Same home. Ugyanaz a ház. I don't know why, other than the fact that how they responded was different because of many differences in their life. Nem tudom az okát, azon kívül, hogy különbözzek egymástól. And it's just like, well, if that's the argument, how come everybody isn't depressed, or how come everybody isn't paranoid, or all these? So we say, every person is different, and their circumstances are different. Tehát minden személy különbözik a másiktól, és a körülményei is különböznek a másikétól. And the responses of many, well, let me add this too. Give the psychiatric association time, and they will have labeled every one of us as abnormal. Tehát add meg a pszichiátriai diagnózis felállításához szükséges időt, és akkor mindnyájunkra ráragasztanak valamilyen címkét. But I think the issue is that every person is different, every person's circumstances is different, are different. Tehát a kiinduló pont az, hogy minden személy különböző, minden személynek a körülményei különbözők. And that means that their responses to life are going to be different and have different ways they behave. És ennek következtében az élet az adott körülményre való reagálása különböző lesz, és a We're not clones of one another. Tehát nem vagyunk klónok. Okay, next question. Anybody else? Does that answer your question all right? Okay, here's a question. Why does it seem that the drugs used for treating schizophrenia seems to be useful? Same reason all the drugs used in psychotropic drugs help the people. Tehát bizonyos értelemben mindenféle ilyen pszichiátriai gyógyszer segít az emberen, idézőjelben. I will use this diagram tomorrow and explain that a little more.
Tehát holnap majd használom az előző ábrát, és ezt majd jobban megmagyarázom. All the drugs do help people with their feelings, and we'll talk about that tomorrow. Minden ilyen pszichiátriai gyógyszer hat az embereknek, tehát az adott embernek az érzelmére. Now how they do it, nobody knows. Hogy hogyan, ezt senki nem tudja. Hogy hogyan hat. The manufacturers of the drugs, the best they can say about how a drug works is they don't know. Tehát a gyógyszergyártók a legtöbbet, amit el tudnak mondani a gyógyszereikről, hogy hogyan hatnak, az, hogy nem tudják. But we can talk about that some more tomorrow. De erről még holnap bővebben beszélhetünk. That's 901, 902. You want more questions? You want to go to bed? Vannak még kérdések, vagy pedig szeretnénk lefeküdni? Which are the steps which lead from the sinful nature to schizophrenia? Oh, good question. Nagyon jó kérdés. Vagy csak jó kérdés. The difficulty, it's different for every person. Tehát ez is változik minden személy életében. The summary of it is there is a multitude of problems and a lot of unbiblical responses. Tehát ennek az összefoglalása sok probléma és nem biblikus megoldások, vagy nem biblikus viszonyulása sok problémához. This is an excellent question because it means that when you're helping somebody with this kind of problem, you need to do a lot of gathering of information. Ez nagyon jó kérdés, fontos azért, mert valóban, amikor ezt a problémát akarod kezelni, akkor nagyon sok információt össze kell gyűjteni az adott személlyel kapcsolatban. I cannot list specific steps or specific things a person does that ends up with schizophrenia. Tehát nem tudok én most nagyon specifikus dolgokat felsorolni, amik oda vezetnek egy adott személy életében. In fact, the articles that talk about predisposing factors can't even do that. És hát azok a cikkek, azok a tudományos írások, amelyek feltételeznek adott dolgokat, mint faktorokat, tehát mint közrejátszó tényezőket, ők sem tudnak specifikus dolgokat felsorolni, hogy mi vezet oda.